Országos bajnok lett a Zemplénese Nagykanizsa láptollas férfi csapata. A hétvégén hat egyesület 85 versenyzőjének részvételével rendezték meg Újszászon a 24. felnőtt országos bajnokságot. A tornán csapat kategóriában az első helyen végzett a Farkas Balás, Horváth Gergő, Lukács Benedek összetételű kanizsai hármas, mely magabiztosan győzte le az öt éve veretlen házigazdákat. Az ISE másik gárdáját alkotó Huszár Lukács Márton és Takács Endre trió, a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Egyéniben Farkas Balázs bronzérmet szerzett, a női mezőnyben a cserszektomai lányok, Gyalogcsenge, Kunics Réka és Silinger szintén harmadikak lettek. A láptollasok legközelebb páros kategóriában november 30-án Szepetneken találkoznak a királyi pálkupán.